A törvényben előírt határidő előtt 2 héttel már KEDtől, azaz március 1-től elérhetőek a NAV által készült SZJA bevallási tervezetek. Ezt legegyszerűbben az ügyfélkapun keresztül érhetik el az adózók. Az adóhivatal 2022-ben több mint 5,5 millió magánszemélynek készítette el az SZJA bevallási ajánlatot. Azok, akiknek nincsen ügyfélkapujuk, azok kérhetik postán a tervezetet. Ezt megtehetik SMS-ben a 0630 344 4304-es telefonszámon, kérhetik 1819-es hívószámon, illetve kérhetik a postán, illetve az ügyfélszolgálaton. Ezt március 15-ig tehetik meg az ügyfelek. Amennyiben valaki a személyes ügyintézést választja, érdemes ügyfélkaput nyitnia. Aki egyetért a tervezet adataival, és nem kell azt kiegészítenie semmivel, annak nincs további teendője. Május 20-án a tervezete SZJA bevallássá válik. Azok a szülők, akik kimaradtak első körben az adóvisszatérítésből, a visszajáró összeget szintén a bevallásukban igényelhetik vissza. Azok, akik például nem kapták meg februárban az adóvisszatérítést, azoknak ki kell egészíteniük adatokkal. Hogyha ezt megteszik, beküldik a bevallásukat, akkor soron kívül megkapják az adóvisszatérítést. Így az adóhivatal akár már 2 héten belül utalhatja is a családoknak visszajáró adót.